meséld el azt a történetet, nagyon kedves, meglátta önt. És behúztam a hasam. És azt mondtam, hogy a nővérem is ott volt, és azt mondta, a férjem nagyon cuki volt, hogy jól van, jó, oké, lányok, akkor érezzétek jól magatokat, persze élvezzétek ki a látvány, de a doktor úr természetesen szakmailag is a topon van, úgyhogy akkor beszélgessünk erről a bizonyos méhnyakrák megelőzés hetéről, mert ez egy fontos, ugye, hogy erre felhívjuk a figyelmet, kell abszolút, erről beszélnünk. Abszolút, ez egy olyan típusos daganata a nőknek, ami hát tulajdonképpen, ha jól működne minden szűrés, és ez közel 100%-ig megelőzhető lenne. De hát ez nem így van. Nyilván ennek több oka is van. A legfontosabb a páciensek részére, hogy eljárjanak rendszeresen szűrésekre, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy kiszűrhessük időben, még nem a daganatot feltétlenül. Ez ránk magyar nőkre mennyire jellemző, hogy tényleg rendesen eljárunk a szűrésre? Hát nem olyan rossz ez a százalék, igen? De azért ez javítható lehetnénk. Mondj, milyen százalékról beszélünk? Ezt nagyon nehéz megmondani, azért ebből egy statisztikát levonni, hogy kik hányan járnak el. Ez régiókban is változik, nyilván a budapesti régióban a legjobb és a vidéki a legrosszabb, de azért itt ne arra gondoljunk, hogy 80-90%-a eljár, hanem a lakosságnak ugye a fele. Attól is függ, hogy hát milyen rendszerességgel, tehát miről beszélünk. Igen, milyen rendszeresen kellene eljárni? Ha a nemzetközi eljárásokat nézzük, akkor ez 2-3 év lenne. Itt azért az bevett gyakorlat, hogy évente, és azért vannak rossz tapasztalatok, ami arra utal az én esetemben is, hogy inkább mi az évi. A bő évente történő szűrést támogatnám. Mi az állásfoglalása a HPV oltással kapcsolatban? Egyrészt érdemes-e mondjuk felnőttként már ezt beadatnunk magunknak, mennyire biztonságos, mennyire nyújt védelmet egyáltalán? Előfordulhat-e az, hogyha beadattuk, mégis kialakul egy ilyen betegség? A HPV elleni oltás alapvetően a célcsoport, az nem a felnőttek természetesen, hanem azok a serdülők, akik még nem éltek szexuális életet, így nem találkoztak még ezzel a vírussal, ami ezt okozza. Akkor így tud leghatékonyabban ezek szerint védelmet nyújtani? Ezen a leghatékonyabb természetesen. Igen. Az ajánlásokban nincs természetesen arra szólóan semmilyen eleje alatt, hogy valakit felnőtt korban eloltassunk, tehát 25 éves kor felett is akár lehet oltani. Ez is nyújt egyfajta védelmet, de a legjobb az akkor is a célcsoport lenne. Milyen arányban okoz ez védelmet? Attól is függ, hogy melyik vírus ellen, azért több vírusról beszélünk. És ezt szerintem ezzel sem vagyunk tisztában, hogy igen, tehát a HPV vírus a számok alapján osztják különböző csoportokra, illetve azt szerint is osztják csoportokra, hogy egy magas rizikóba, vagy alacsony rizikóba tartozik. A magas rizikójú csoportba tartozók okozzák gyakorlatilag a méhnyek daganatot. Ebből is kettő kiemelendő, ha számokról beszélünk, nem akarom ezzel untatni a nézőket, 16-18-as, ez okozza a legtöbbet, közel 80%-ban a méhnyeknek a hátterében ez áll, és az oltások bármelyike az ez ellen a kettő ellen véd, tehát azt gondoljuk, hogy legalább ekkor a százalékban. Ha serdülőkorban adják be? Elsősorban az a jó korcsoport, felnőtt korban is lehet, meg szokták kérdezni tőlem, akik jönnek HPV fertőzésre, hogy beadassák-e még, akkor is javasoljuk abszolút. Ha már fertőzött, tehát még akkor is segít. Ez több ellen véd, a fertőzés kérdés, hogy melyik típus, de ne azt gondoljuk, hogy ez egy terápiás, tehát ha valakinek van egy 16-os fertőzése, hiába adom be az oltást, attól nem fog meggyógyulni ebből. Ez nem terápiás célzattal van, hanem egy immunrendszer stimuláló célzata van. Mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy baj van? Tehát, hogy ott már elváltozás van, vagy már előrébb haladott? Attól függ, hogy mi a baj. Tehát, hogy milyen daganatról beszélünk-e, egy azt megelőző állapotról, nem mindegy. Mindegyiknek megvan a maga terápiás konzekvenciája nyilván, ez részletekben nem mennék itt sem bele. Itt a szűrésnek a lényege, hogy a daganat megelőző állapotot találjuk meg, tehát még nem a daganatot. Jó. Nekem igazából ez volt most decemberben, igen, ez a megelőző állapot, annak is a súlyos fázisa, és egy konizációs műtéttel. Így van, abszolút, ez egy jó jó is az ember. Igen, ha fél évente eljárok kontrollra, akkor rendben leszek, ugye, doktor úr? Biztos. Csak ezt akartuk hallani, nagyon szépen köszönjük, ugye ebből akkor az a konzekvencia, hogy fél évente azért menjünk el szépen és szúrjassuk magunkat. És igyekszünk felhívni erre a témára a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük, hogy jött hozzánk. Örültünk. De jó. Viszontlátásra.